A Szent John Onésimus. 14. fejezet Az idő telt, és a fiúk növekedtek. Az egyik erőben és testi szépségben, a másik érettségben és bölcsességben. Arhipus 19 éves lett. Teljes magasságát sohasem fogja elérni, és nyomorék testét mindig mankója segítségével fogja vonszolni. De édesapja távol létében Archippus a gazdaságban hozzáértő felügyelőnek, kedves és igazságos gazdának bizonyult. Rapszolgái szerették és engedelmeskedtek neki, és ritkán éltek vissza nyomorék voltával. De az az egy, akinek a barátságára leginkább áhítozott, nem szerette őt. Onézimus tisztelte fiatal urát, a leggondosabban kiszolgálta, de sohasem szólt hozzá ha csak nem kellett, és sohasem maradt vele egy pillanattal sem tovább a szükségesnél. Onésimus, mondta Archippus egyik este, amikor rabszolgája vacsora után épp a terítéket szedte le. Holnap Laodiceába megyek. Légy szíves kikészíteni a ruhámat az útra. Igen, uram, válaszolta Onésimus. Kihorta az edényeket, azután visszajött, előszette a tiszta tunikát, csendben kikefélte a szandát, és mindezt a legnagyobb készséggel művelte. Onésimus megnőtt. Olyan magas lett, mint a kifejlett férfiak, de mozgását még mindig az atléták kecsessége jellemezte. És Arhipusz igen nyomorultnak érezte magát, ahogy elnézte a fiút. Testének szépsége, duzzadó izmai, büszke fejtartása régi sebét tépték fel. Szeretett volna olyan lenni, mint ő. Szeretett volna kapcsolatot találni hozzá két év telt el azóta, hogy egymás mellett ültek a lisztes zsákon, de a köztük lévő válaszfal azóta sem dőlt le. Onizimus a rabszolgája, halkjárású, engedelmes, kifogástalanul teljesíti kötelességét. De a szolgasors állarca mögé Arhippus sohasem tekinthetett be. Uram, óhajtassz-e engem holnap a kíséretetben látni, Onézimus úgy állt előtte, kezét összekulcsolva, fejét lehajtva, mint urának tulajdona, akinek nincs saját akarata. Arhipus kiáltani szeretett volna fájdalmában. Szeretnél jönni? kérdezte félig könyörögve, félig ingerülten. Uram, a te óhajod az én óhajom is, felelte az ifjú gépiesen észrevette a kérő hangnemet, és részben élvezte a játékot, mert ez az erő furcsa érzést keltett benne. De vajon ma este érdemese ezt a játékot játszani? Hisz mit oda nem adott volna érte, hogy elmehessen Laodiceába? Már több mint két éve nem látta a leányt. Ő is kinőhetett a gyermekkorból. Megpróbálta elképzelni, milyen lehet most. Bizonyára magasabb, alakja teltebb, és hirtelen heves vágy fogta el, hogy ledobja az állarcot magáról. Hirtelen felnézett, de már késő volt. Nos, rendben van, mondta arhipus fáradtan. Ha neked mindegy, akkor inkább maradj itthon, és segíts a birkanyírásnál. A keresztjének összejövetelt tartanak a laodíciai gyülekezetben, és úgyis velem jön néhány keresztjén rabszolga, ott találkozom édesapámmal és epafrásszal, akik Filadelfiából holnap szintén oda mennek, és mindannyian együtt jövünk majd haza. Apám lakosztályát hozd rendbe estére, jó éjszakát. Ezzel Archippus végzett, és Onésimus nem tehetett más, mint tisztelt teljesen válaszolt és elment. Kint a mezőn keserűen vádolta magát ostoba büszkeségéért, és már majdnem engedett a kísértésnek, hogy megalázza magát, visszakullogjon és térden állva kérje urát, hogy elmehessen vele. Bár soha sem kért semmit sem tudta, hogy ő semmit sem tagadna meg tőle. Tétovázott, megfordult, azután komoran maga elé nézve ismét visszafordult. Hát így akarná ő viszont látni a leányt. Alázatosan, szolgai sorban a háttérből? Nem. Százszor nem egyedül megy el majd hozzá, mint szabad ember, emelt fővel, vagy egyáltalán nem megy. Felemelt egy nagy követ, megpörgette és szitkok közepette a völgy felé hajította. Azután hazament és megszámolt a titkon összehordott pénzét. Az utóbbi időben lényegesen gyarapodott, és holnap, ha Arhipus és Filemon kint vannak a házból, ismét szerezhet hozzá valamit. Óvatosnak kellett lennie, és csak lassan haladhatott előre. És mivel még egyetlen egyszer sem vesztett rajta, azért bíznak meg benne. Másnap nyírta a juhokat és végezte többi dolgát is, de meglehetősen szórakozottan. Mert gondolatai archipusszal együtt Laodiceában időztek. Azon tűnődött, vajon mit csinálhatott Tarhippus? Talán ugyanazokat az ősi himnuszokat énekli egy levegőtlen belső szobában, izzadó szolgák és kövér zsidók középréselve. Persze ez nem biztos. A laodíciai gyülekezet híres volt a gazdagságáról és függetlenségéről, és eddig elkerülte az üldözés. Itt talán szabadon és rendezett körülmények között tarthatták összejöveteleiket. Ezt nem tudta, de különösebben nem is érdekelte. Az ellenben már legalább századszor megfordult a fejében, hogy Arhipus találkozik-e a lányjal vagy sem. Valószínűleg nem, hisz Polémon alig ha engedné el leányát a keresztjének összejövetelére. De ki tudja. Megint csak felötlött benne a vágy. Bár csak elment volna, ha csak végigrótta volna azokat az utcákat, amelyeket a leány kicsi lábai taposnak, ha csak végignézte volna mindazt, ami neki naponkénti látvány, boldog lenne. Vége felé járt a nap. Onésimus látta a kis menetet a távolban, ahogy hazafelé tartanak. Kisé hamarabb, mint ahogyan számított rá. Fáradtan poroszkálnak a zöld búza földek között. Arhipusz lóháton édesapja gyalogosan mellette. A hosszú lovaglás mindig kimerítette Arhipuszt. Onézimus már is rohant a házba, hogy elkészítse gazdája ágyát, megtöltse a korsókat friss vízzel, és kikészítse a tiszta ruhát. Épp hogy kész lett, odarohant az ajtóhoz, hogy lesegítse Arhipuszt a lóról. Uram, minden készen van, mondta Onézimus, és segített megtámasztani a nyomorék testet, mely ernyetten görnyedt össze segítségedre legyek a fürdésnél és az öltözködésnél? Nem köszönöm, mondta Arhippus. Nyújtsd ide, kérlek a mankómat, és majd ellátom magam. Nem kell várnod, Onésimus. Jó ét. Összeszedve minden erejét elindult, arcát elfordította, nehogy meglássák szenvedését, és egyedül sántikált be a házba. Szülei nem vették észre, mert épp egymást üdvözölték. Rapszolgája egy percig még figyelemmel kísérte, azután vállat vont és elment. Ha szeret vesződni a súlyos korsókkal, hát csak tegye, morogta. Sértve érezte magát és keservesen csalódott. Jobban hiányzott neki gazdája, mint ahogy azt elképzelte, és égett a vágytól, hogy megtudja, mi történt Laodiceában. Rossz kedvűen baktatott kunyhójuk felé. Édesanyja vacsorát készített számára, de most ezt sem vidította fel. Már anyjának puszta látása is aggasztotta ezekben a napokban. Lesoványodott és gyakran köhögött. Észrevette, hogy néha az oldalához kap és arcát összerántja a kín. Mikor esténként hazajött, édesanyja már rendszerint aludt, de álma nyugtalan volt, és gyakran felsírt fájdalmában de ha hogy léte felől kérdezősködött, csak nevetett és azt felelte, hogy minden rendben van. Krisztus kezében vagyok. Ez volt egyszerű válasza. Mi rossz történhetne velem? Nos, megbetegedhetsz, és Krisztus kezében is épp úgy meghalhatsz, mint bárhol másút, vagy nem? Volt Onésimus durva válasza, és fél lábbal már kint termett az udvaron, hogy édesanyjának ne legyen ideje válaszolni néhány harapásnyi ételt vett magához, azután félretolta a tányért és kiment. Úgy gondolta, beveszi magát a hegyszorosba a nyughatatlanság démonjával, és mászkálni fog sötétedésig. Ahogy a felső réten kószált, már is lecsendesítette a frissen kaszált szén a nyugalma és illata. Lassabbra fogta a tempót és megállt. Néha azt képzelte, hogy ezeken a világos nyári estéken olyan hangok is hallhatók, amilyeneket a közönséges emberi fül nem tud felfogni. A Búz az izegését, a harmadcseppek hullását, a pipagy szirmának összecsukódását, a hazatérő madarak repülését. Tekintete a völgyön túli árnyékba borult városon állapodott meg. Talán az egyik itott ablaknál térdel hálóruhájában a leány, és ő is az esti égboltot szemléli azon gondolkozott, hol is lehet a hálószobája, és vajon a leány arcát kezére támasztva átnézette valaha is ide Kolosséba. Erre hirtelen valami visszarántotta a valóságba. Nem valami képzeletbeli hang, hanem tisztán kivehető panaszos nyögés a közvetlen közelében. Óvatosan szétnézett a sziklatöm körül, amely mögül a hang jött. Kíváncsi volt, de nem akart beleavatkozni mások bajába. Odába akart állni, de földbe gyökerezett a lába. A büszkeség és szánalom, félelem és kíváncsiság érzése viaskodott lelkében, mert Arhippusz ült ott a földön, és arcát kezével eltakarva zokogott. Arhippusz aki pállal a tengerparton folytatott beszélgetése óta egyetlen egyszer sem beszélt szenvedéseiről, sem nem panaszkodott sorsára. Arhipusz, akinek két éve csak mosolygó arcát ismerte a világ, úgy zakogott most, mint egy gyermek. Onézimus előrelépett. Tisztelte azt a fényt és békességet, amely Arhipuszban lakozott, de itt sötétség és zavartság merett eléje. Olyanféle, amit ő is sokszor megtapasztalt. Kezét gazdája vállára tette. Arhipusz hevesen visszarántotta magát, ahogy felnézett, arcát dű és szégyen borította el, hogy szolgája őt éppen gyengeségének e pillanatában fedezte fel. – Hagy magamra! – parancsolta. De Onésimus életében először nyíltan elleneszegült gazdája akaratának. És ahogy Arhipusz csodálkozva belenézett a szemébe, nem a tökéletes, személyiség nélküli rabszolgával találta magát szemben, hanem azzal a fiúval, aki vele nőtt fel, és akit mélyen megrendítettek és részvétre indítottak a könnyei. Könnyeit letörölve, maga mellé vonta Onésimus a fűre. – Mi bajod van, uram? – kérdezte Onézimus. Valami baj történt Laodiceában. Arhipusz kisé szégyenkezve nevetett és erősen fújta az orrát. – Semmi, csak amire számítottam, válaszolta. Soha sem mondtam el neked, Onésimus. Különben soha semmit sem mondhatok el neked, mert nem hagyod. De mindig szerettem őt, azóta, hogy ráakadtál a hegyszorosban. Nem telt el egy nap sem anélkül, hogy ne gondoltam volna rá. Valahogy tudatában voltam annak, milyen visszataszító, gyenge teremtés vagyok. Álmodozásaimban azonban megfeledkeztem erről. Ma találkoztam vele először, amióta ez az eset történt velem, és most már tudom, hogy nem szabad álmodoznom. Mit mondott? Ó, nem sokat. Bizonyos tekintetben még mindig gyermek. Az utcán futottam össze vele, ő elment volna mellettem, de én voltam olyan bátor, hogy megállítottam és üdvözöltem. Mikor felismert, nem tudta elrejteni hirtelen támadt iszonyatát és nyugtalanságát de igyekezett gyorsan leplezni azt. Édesapám felül érdeklődött és felőledonézimus, de nem akart tovább időzni. Búcsút vett tőlem, mihelyt erre az illendőség határain belül sort keríthetett, és tudom, hogy ez az Isten hozzád örökre szólt. Szomorúan és csendesen beszélt, mintha szenvedélyes bánata elhalt volna közben. néhány percig néma csendben ültek, azután ismét Arhippus szólalt megakadozva. Azután a gyülekezetbe mentem. Nagy szeretett vendégséget rendeztek, bőven volt enni és inni való. Mindenki megelégedettnek, önteltnek és langymelegnek látszott. Én meg élő kenyérre éheztem és élő vízre szomjaztam. Meg lehet, hogy nem Krisztus volt, akit kerestem. Őt akartam, Onézimusz, a leányt vagy ha már tőle elestem, valami emberi vigaszt és gyógyírt. Az úr tudta ezt. Ő nagyon könyörületes a mi gyengeségünk iránt. Mit akarsz ezzel mondani, uram? Ó, hagyná robba ezt az uramozást! Ki nem állhatom ezt az úr rapszolgakapcsolatot szolgakapcsolatot, onésimusz. Együtt voltunk kisgyermekek. Éveken át barátom voltál, mielőtt szolgám lettél. Krisztus kegyelmes volt hozzám. Szükségem volt rá, és ő emberi kézzel megérintett, és emberi szájon keresztül szólt hozzám. Téged küldött. Engem, szakította félbe Onésimus, aki teljesen megrémített ez a neki tulajdonított új szerep. Igen, téged. Már több mint két éve nem beszéltél velem így, Onésimus. Miért állítasz közénk válaszfalat, és miért viselkedsz velem szemben holdbábúként? azért te, mert rosszul bántam veled, mielőtt Krisztust megismertem? Az ég a megmondhatója. Mennyire megbántam már büszkeségemet, kegyetlenségemet és csalásomat. Soha sem fogsz nekem megbocsátani? Sötétedett már és a nyárfák felett felkelt a sarló alakú hold. Örvény örvényt kavart fel. Az őszinte szóviszonzást várt. Nem erről van szó, mondta Onésimus már évekkel ezelőtt megbocsátottam neked. Ellenben azt hiszem, félek tőled. Jobban mondva, attól a Krisztustól félek, aki benned lakozik. Krisztustól félsz? Arhipusz felült, saját baját rég elfelejtette, és reménykelt szívében. Hogyan félhetnek a hallottak az élettől, vagy a vakok a világosságtól, vagy az elveszett bárány a pásztortól, aki értemegy, meg, hogy hazavigye? Ó, Onézimus, ha tudnád! Tudom, mondta Onézimus septében, és mégis félek. De mitől? A szolga mélyen hallgatott. Hogyan mondhatná meg Arhippusnak, mennyire fél attól a világosságtól, amely fényderítene régi bűnére és annak megvallására kényszeríteni, s arra, hogy bűnét egyszer mindenkor átadja Krisztusnak. Sokkal jobb ennél a bűnös terhet magával vinni a sírba, Kétségkívül fény derülne arra a nyomorúságos kis pénzösszegre is, amit apránként összelopott, és keresztül húzná életének nagy célját. Inkább örökre a bűn kötelékében marad, mintsem kockáztassa ennek lehetőségét, hogy szabad ember legyen belőle a világban. Egyszerre csak tudatára ébredt annak, hogy rettenetesen fél. Nagyon közel állt hozzá a szeretet. Az ég elomló színeiben, a langyos nyári éj leheletében. A mellette ülő fiú erejében és alázatában. Annak titkos jelenlétében, aki az övéiben lakozott. Ki állhat ellen ennek az ostromnak? És milyen szörnyű következménye lesz, ha megadja magát? Nem ismerte ezt végig gondolni, pánikszerűen felkelt. Gyere, szólt nyersen, menjünk haza. Ez az út nem az én utam, ezt már azelőtt is megmondtam neked, Archippusz. Soha sem tudnád életemet és terveimet ilyesfajta dologgal összeegyeztetni, de örülök, hogy neked vigaszt nyújtott. Neked szükséged van rá, nekem nincs. Nagyon nagy szükséged van rá, válaszolta Arhippus egyszerűen, és azután elhallgatott. Onésimus megfogta a fiatal gazdája karját, és az egyenetlen terepen át hazavezette a kapuig apja onnan kémlelt ki a sötét mezők felé, és aggódva várt a fia hazatértét. Onézimus szokásához híven tiszteletteljesen jó éjszakát kívánt, és hazament. De lelke fel volt kavarva. Azon az estén bekövetkezett az, amitől félt. Tudomása szerint életében először. A keresztény szóhasználat szerint, amelyből eleget hallott ahhoz, hogy haláláig kitartson, a feltámadt Krisztus közel jött hozzá és megszólította, mint ahogy Arhippuszhoz is odament, amikor a tömeg lába alatt vergődött. De az ár, amit kért, túl nagy volt, és Onésimus visszautasította őt. Most hát fel kell mérnie kis vagyonkáját, hogy csak ennek éljen ezen túl, hiszen semmi mással nem rendelkezik. Elővette erszényét és átment anyjához. Éppen aludt, gyorsan vette a lélegzetet és nyugtalanul hánykolódott. Gyengéden megrázta, s ő felriadt álmából. Édesanyám, kezdte, s közben leült mellé. emlékszel -e arra az estére, amikor napnyugtakor kintültünk a kapuban, és mindent elmondtál nekem édesapámról? Halovány arcát a fiáéhoz emelte. A félelem szele rajta, de azért nyugodtan felelte. Emlékszem, fiam, Édesanyám, emlékszel -e rá, miről beszéltél még azon az estén. Igen emlékszem, elfogta a reszketés és köhögni kezdett. Édesanyám, szeretném látni azt a titkos pénzkészletet, szeretném összeszámolni. Idődesetleg lejár és tudnom kell, mi az enyém. Fia csak sejtett valamit a dologról, és most az édesanyja megmagyarázta neki. Fiam, az nem a tiéd volt, hanem úrnőmé. Mikor Krisztushoz tértem, azt mondta, hagyjak fel a lopással, és mindenkinek adjam vissza, ami az övé. Ezt megtettem. Hogy is cselekedhettem volna másképpen, mikor ő arra hívott el, hogy világosságban járjak. Onézimus keze ökölbe szorult. Magára maradt, cserben hagyták. Mindenki átpártolt ehhez a Jézushoz, sőt, még édesanyja is megcsalta. Eszeveszett dühében, a sötétben, teljes erővel rácsapott. Az asszony zihálva hátra esett, és újból köhögni kezdett. Ez az átkozott, folytó köhögés. Onézimus teljesen felkavarta az eset, szégyenében a föld alá szeretett volna süllyedni. Meggyújtotta a kákabelet, vizet hozott és felültette. Eközben észrevette, hogy anyja párnáját és hálóingét is befröcskölte a vér.